Soha nem tapasztalt érdeklődés követte az új diákhitel forma május 1-jei megjelenését. Ilyen rövid idő alatt egyetlen hasonló terméket sem igényelte korábban ennyien a diákhitel központ megalapítása óta. Míg tavaly egész évben 11.600 igénylés volt az összes konstrukcióra, addig csak a diákhitel pluszt létezésének első 6 napján több mint 6.000 felsőoktatási hallgató kérte. Ez két dolgot mutat. Egyrészt az, hogy a kormány olyan terméket állított össze, vagy olyan termék bevezetéséről rendelkezett, ami találkozik a diákoknak az igényeivel. Egyre többen felismerik, hogy egy teljesen kamatmentes hitel fix törlesztési idővel, és egyben a diák hitelekre jelentő családtámogatással inkább minősül már egy támogatásnak sem, mint egy klasszikus értelembe vett hitelnek. A másik, ami sajnálatos, hogy nagyon sok diák került nehéz helyzetben. Itt a koronavírus járvány okozta vészhelyzet okán kialakult munkaerőpiaci turbulencia miatt. Nagyon sok diák veszítette el a munkáját, ugye a nagy cégek elsősorban először a diákmunkát és a gyakornoki munkákat építették le, és sok diáknak ugye továbbra is fizetnie kell az albérletét és egyéb megélhetési költségeit, úgyhogy nem véletlen ez a nagyon nagy kiemelkedő érdeklődés a diákhitel plusz iránt. Mint a vezérigazgató hozzátette, a többi formát is sokan keresik. A szintén szabad felhasználású, de már kamatozó diákhitel egy iránt például rekordon jár az érdeklődés. A maximum 500 000 forintig kérhető új konstrukciót december 31-ig igényelhetik az 55 év alattiak. Bevezetésének sürgősségét Magyar Péter a koronavírus helyzet okozta gazdasági nehézségekkel indokolta. Nagyon sokan tényleg a következő havi lakbért nem tudják például kifizetni, de nem egyedi egyébként a magyar megoldás, hiszen Németországban és több uniós tagállamban hasonló nagyságrendben kamatmentes hitelekkel próbálják segíteni a felsőoktatási hallgatókat. Ezzel megakadályozandó egyébként, hogy nagyon jelentősen megnőjön a lemorzsolódás a felsőoktatásban, tehát hogy pénzügyi okok miatt ott kelljen hagyni diákoknak a felsőoktatást. De ahogy mondom, az igénylési számok azt mutatják, hogy ez a termék ez találkozott a diákok igényeivel. Nagyon sokan kerestek minket, naponta körülbelül 1000 megkeresés telefonon és e-mails megkereséseket, soha ennyien nem érdeklődtek a termékeik iránt. Noha a bő fél évet megért nyelvtanulási diákhitelt május 1-jével kivezették a piacról, az új forma jellemzői nagyjából ugyanazok, sőt ez kamatmentes és nyelvtanulásra is lehet fordítani. Előbbi iránt egyébként várhatóan csökkent is volna a kereslet, miután a közelmúltban sokakat felmentett a kormány a nyelvvizsga megszerzésének kötelezettsége alól. A diákhitel plusz mellett a felnőtt képzés bizonyos szegmenseiben hamarosan elérhető lesz egy új, ugyancsak szabad felhasználású kamatmentes termék, amely 1.200.000 forintos felső határig lesz kérhető. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium dönt majd arról, mely képzéseknél lesz igényelhető, de már most sokan érdeklődnek iránta.